Van egy ház, amit hát akkor fiatalabb pár sürgősen eladott, és azt megvettük mi a feleségemmel. És akkor tulajdonképpen ott kezdődött ez az egész felújítás, mert mi magunk azt felújítottuk a két kezünkkel, hogy megmaradjon hagyományosnak, illetve használható legyen. Tehát itt vakolástól padolásig, és fürdőszoba készítésig, és mindent megcsináltunk. Aztán elkezdtünk fiatalokat, az egyházközségnek vendégeit ott fogadni, majd kialakult egy kapcsolatunk egy hódmezővásári baráti társasággal, a Nemzeti Ivókupával, akikkel az Orbán Balázs emlékszekértúrákat elkezdtük szervezni, és akkor tulajdonképpen ebből a barátságból, ebből a sok beszélgetésből és az erdélyi tájain való barangolásból alakult ki az ötlet, hogy és egyáltalán hozta magával azt a lehetőséget, hogy a magyar kormány támogatásával vásárolta meg az egyházközség ezt a három ingatlant, ahol most állunk tulajdonképpen, ez az egyik, és akkor 2015 végén vásároltuk meg, 16-ban föl is újítottuk annyira, hogy szeptemberben már vendéget tudtunk fogadni. Az eredeti tervünk az volt, legalábbis az eredeti ötlet az lett volna, hogy a hagyományos székelyjövő központban, aminek a nevében már benne van, hogy tulajdonképpen mit akartunk csinálni, az lett volna, hogy ezekben a házakban műhelyeket hozzunk létre, és magukat a hagyományos mesterségeket is átörökítsük. Tehát például asztalos, egy nagyon jó asztalos volt az egykori kántorunk. Szerettünk volna a kovács műhelyt, szerettünk volna a szövőműhelyt, és ehhez hasonló kézműves dolgokat. Aztán másképpen alakult, mert úgy hozta az élet, hogy a gyerektáborokra és az ifjúsági táborokra lett igény. Így ezeket a házakat így rendeztük be. Másfelől pedig látva az, hogy az idősek elég elhagyatott állapotban vannak, egész nyikómente szerte, nagyon sok az idős és egyedül élő ember, ezért a szociális konyhát indítottunk el. Ez a helyzet, a konyha, amely elkészült, ugye, hogy hát a gyerektáborokat ellássa, adott volt, és elkezdtük egyszerűen hordani az idősöknek az ebédet, és aztán ez a kettősség alakult ki, egy nagyon, nagyon jó egyensúlyban lévő kettősség. A gyerektáborok jövedelméből fenntartani ezt a szociális konyhát. Hát nyilván a járvány ezt eléggé ketté vágta, mert 2020-ban alig tudtunk egy-két tábor tartani, és hát adományokból, támogatásokból, kunyerálásból tudtuk áthidalni ezt az időszakot, hogy az időseket ne kelljen magukra hagyjuk. Reméljük, hogy az idén beindul, az ebédkihordás folyik, 120 ebédet hordunk ki minden nap, 15 faluba, 14, tehát Siményfalvához tartozó faluba, Csehidfalvát is beleértve, illetve Firtosmartonosba, amióta a megyei út annyira elkészült, vagy járható, ugye. Ez nem kis szervezést és logisztikát igényel, két autó megy ki minden nap, és hát sok gonddal és vesződéssel jár, de örülünk, hogy tudjuk csinálni, és az emberek is nagyon, nagyon örülnek. Nagyjából úgy mindenhez naívon fogtunk hozzá, bár hát nyilván két lábbal a földön, de mégis naívul. Naívan úgy gondoltuk, hogy legalábbis a faluba, a Csehédfalván és ahol beszolgálok, még beszolgál lelkész vagyok Tordátfalván, tehát hogy ingyen vinnénk. Aztán hamarosan rájöttünk, hogy ez nem működik, mert egyszerűen az emberekben van annyi tartás, hogy nem fogadták el. És akkor azt mondtuk, hogy na jó, kedvezményes áron. Eleinte 7 lej vittük, most 10 lej az ebéd, tehát úgy muszáj volt egy-két lejekkel mindig emeljünk, mert nem bírtuk, különösen az elmúlt esztendőben. És úgy van, hogy 10 lej egy ebéd, mindent felszámolva az önköltségi ára olyan 14-15 lej, tehát átlagban ennyiért tudjuk az ebédet előállítani, és akkor a különbözetet fedeztük a táborok jövedelmébe. Amúgy a táborokat is kedvezményes áron csináljuk, ott se az a cél, hogy mi meggazdagodjunk, hanem az a cél, hogy minél több gyerek, minél többet tudjon tanulni, együtt lenni, közösséget formálni, szervezni, stb. És ez a különbözet az azt jelenti, hogy havi 6-7 ezer lejt kell valahonnan előteremteni, ami hát nem könnyű. A papillakon kívül
3 ingatlan, amit megvásárolt az egyházközség. Azon kívül van egy ház, amit egyik magyarországi barátunk a családjával együtt vásárolt meg. Van még egy a szomszédságban, ahol egy idős néni lakik, és hát ő szeretné, hogy majd, ha ő nem él, ha majd nem lesz, akkor azt még vegyük meg, mert nincs neki senki itt a faluba is, hogy hát ha majd megvásárolna az egyházközség, akkor ez majd a ház is megmarad, és jó célra lesz használva. Hát a házaknál ugye csak felújításokat végeztünk, de a két csűrt építettünk teljesen újra, mert hát meg kellett alapozni, és újra kellett építeni, mert anyagot kellett benne kicserélni, stb. Amit lehetett, azt természetesen felhasználtuk. A méretarányosságot követtük, tehát az eredeti méret szerint építettük újra. Nyilván belül kicsi átalakításokat végeztünk a használhatóság érdekében. Az emberek inkább a divat után mennek, illetve amúgy a mesteremberekkel is így voltunk, hogy magyarázni kellett nekik, hogy mi a fenéért, használjuk újra a régi anyagot, miért nem építünk egy új épületet, mert olcsóbb is lenne, és hát könnyebb is lenne, főleg nekik. Így gondolják az emberek is, tehát ők azt nézik, hogy olcsóbban, hosszú távon hogy lehet valamit építeni, javítani. Vannak néhányan, akik a példát jónak látják, és azt szerint, de azért a többség nem annyira. Hát itt tulajdonképpen a falukép már a 60-as, 70-es években elromlott olyan értelemben, hogy a kommunista időben nem adtak engedélyt építésre, csak bizonyos típusú házak, emeletes házak építésére. Nagyon sok, a csehétfalvi nép az mindig büszke volt, nem csak saját magára, az állataira, a bennvalóira, a földjeire, mindenre adott, és hát a 50-es, 60-as, 70-es években nagyon sok régi házat lebontottak és újat építettek, mert egyszerűen úgy gondolták, hogy hát újat kell építeni. És ezek már nem a régi faházak voltak, vagy nem a régi téglaházak, vagy a régi formájú házak, hanem itt, ami mögöttünk van, ez a rózsaszínű ház, ez is. Tehát kő alapja, amit a határól hordtak be kalákával, tehát ezeket is mind kalákába építették, de egy egészen más formára, és hát kockára, és kellett rózsaszínre, vagy éppen amilyen a divat volt. Sok székelykapu van a faluban, hát érdemes körülnézni. 110 házszám van, őszintén nem számoltam meg, hogy hány székelykapu lehet, de 50-60-on biztos felül van. Amiből vannak nagyon régi kapuk is, régi kötött kapuk is. Ami érdekessége a csehétfalvi székelykapunak az, hogy nem az életfás új típusú faragás van rajta, hanem hát én nem vagyok szakember, ilyen ormós faragásnak nevezem én, de tulajdonképpen ilyen félprofilú tulipán mintás, ha jól megnézzük. A mi székelykapunk, amit Balázs Antal háromszéki csehétfalváról elszármazott tanító, ő faragott, ezt a motivumot faragta rá azért, hogy hát vigyük tovább. Azt is, ha egyszer van erre lehetőség. Állattartással foglalkozom mérsékelten. Mi, amikor ide kerültünk, akkor tartottunk disznót, tyúkokat, később kecskéket. Csak ahogy esperes lettem 2008-ban, nem volt idő velük foglalkozni, ezért a kecskéket leépítettük, és hát a tyúkokat a róka elvitte egy éjjel, akkor azokról lemondtunk, mert az összes kiterített az udvarra, az olyan trauma volt, hogy egy időre lemondtuk róluk. Jelenleg van egy lovunk, illetve futórécéket tartunk, mert úgy elszaporodtak a vörös csigák az egész ikonventén, hogy mindent esznek meg. Tehát az egyik jó ellenszere ez a réce. Régebben nagyon sok lúdat tartottak a faluba. Tehát tyúkot, disznót, a jús, a kecske az sajnos elfogyott az utóbbi években, szarvasmarha minden háznál volt, az is annyira leépült most, hogy főleg olyan családok vannak, akik tehát most már szinte ilyen félfarm-szerűen, tehát nagyobb mennyiségbe tartanak állatokat, de van csordánk, de amikor ide kerültem, volt körülbelül 60-70 családnak 1-2-3-4-5 tehene, most van 8-10 család, ahol van 10-től 30-ig. Tehát azért mondom, hogy egy nagy átalakulás van tulajdonképpen. Sok medve van itt a járvány előtt azon
attól féltünk, hogy a medve lesz az, ami miatt a gyerekek nem fognak idejönni, mert egyszerűen itt a falu között sétált a medve, és hát villanypásztorról körbe van a mi benvalón kerítves ideje, azóta nem jönnek be, de az utcán, a határon és mindenütt úgy elszaporodtak, hogy egyszerűen félelmetes volt kimenni. Valahogy a járvány elvitte. Azelőtt minden nap láttunk medvét, most egész évben hármat láttunk, tehát nem tudom, mi lett. Volt egy kérdése a fődekre, hogy művelik-e. Hát sajnos főleg kaszálják és legeltetik, szántóföld nagyon kevés kezdett lenni, és a bokor hát uralkodik.